Egymás szavába vágva próbálták elmondani a gyerekek, hány kukoricát morzsoltak el a múzeumi foglalkozáson. Az óvodások, kisiskolások hatalmas lelkesedéssel vetették bele magukat a programokba, akár rajzolás, akár számolás, akár szőlőpréselés imitálása volt a feladat. Azaz. Papának is van prés. Az őszi betakarítást és a szüretet körbejáró interaktív foglalkozáson Budapestről és Szigetszentmiklósról érkezett gyerekek is részt vettek, akik szexáni nagymamájukhoz érkeztek az őszi szünetre. Volt az a diavetítőz, és ez a mágnesik, meg ez a kukoricás csohéja. Ő kézműves óvodába járt Csepelre, és ott volt őszi programként szüreti mulatság náluk, és akkor a Lilla mondta, hogy itt is szeretné megnézni. A múzeumban meg már nagyon sokszor voltunk. Ebbe a nagy kosárba azokat a terméseket kell tenni, ami az őszi veteményes kertből kerül elő. Többek között az őszi gyümölcsöket, őszi veteményes kertbe való terméseket vették sorra és válogatták szét a gyerekek, de a múzeumi foglalkozáson azt is megtudhatták, mivel szállították régen a leszüretelt szőlőt a présházhoz, vagy mi az a kaláka, és mi lesz a mustból. Megismerkedhetnek egyáltalán, mi az, hogy szüret, a szőlő szedéssel, a hagyományos természetesen, elsősorban a hagyományos szőlőszedéssel, és egy kicsit gyakorlati foglalkozásként kukoricát morzsolhatnak a csutkából. Annak idején nagyanyáink várat, egyebet készítettek, tehát ők is a lemorzsolt kukoricát, csutkát felhasználhatják így módon várépítésre. Az október 29-től november 5-ig tartó őszi szünetben számos kellemes és tartalmas kikapcsolódást kínáló programmal várják a családokat Tolna megye kulturális intézményei. Így például november 2-án 5 órától egészen éjfélig pedig egy igazán különleges esti játékra várják a vállalkozó szelleműeket, méghozzá a kulturális horrortúrára. A résztvevők a Babits Mihály Kulturális Központ falai közül csak akkor szabadulhatnak ki, ha rájönnek, mit üzennek a kornak nagyjaink szellemei. Az egyórás játékra 10 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők. A felnőttek pedig a különböző szórakozóhelyeken, Halloween partikon vehetnek részt.